Na hát, kedves barátaim, megyünk a Kunigunda felé. Ha megnézitek, akkor itt még egy rendes tömeg. Több ezer ember megy arra felé. És mögöttünk is még nagyon sokan vannak. Az előbb még itt láttam Arató Gergőt is. Nem tudom, hova lett. Hol van? Valahol látom. Itt jön. Itt jön, de mindjárt meg is kérdezem tőle, hogy hogy éli meg ezt a dolgot, mert Arató Gergely képviselőtársam itt jön velünk. Sziasztok! Szia! Hogy vagytok? Jól, most már közeledünk a Kunigunda utcán. Úgy, most már jobb az érzés, hogy hát ha odaérünk egyszer az életben, igaz? Mindig rengetegen vagyunk. Igen, az előbb, hogy a dombról jöttünk lefelé, annyira látszott, hogy milyen messzire és hosszan itt van ez a tömeg. Hát reméljük, hogy épségben odaérünk. Szia Gergő! Sziasztok! Szia Tamás! Szia Laci! Hello! Rengetegen vagyunk! Úgy! Ági, te? Bírod még? Igen! Nagyon jó! Oké, nyomjad csak! Hát barátaim, itt a pesti éjszakában, vasárnap esti szórakozásként ajánlom mindenkinek, hogy csatlakozzon hozzánk. Még ma estéből még van egy kicsit. Ne persze, gyertek Óbudára, a Kunigunda utcába. Na tessék, itt van a pontos hely meghatározás is. Arató Gergely megadta nekünk az iránymutatást. Ebbe az irányba gyertek. Nem tudom, meddig bírja még a telefonom, de még talán egy kicsit. Meg a kezed, azt ja. Lefagyja előbb-utóbb. Őszintén szóval... Ezt nem akartam elárulni, nem akartam fogni a telefonra, de nem baj, érjünk oda egyszer.